Sziasztok! A mai gyakorlatsorban egy ilyen köredzés jellegű gyakorlatokat állítottam össze, 3 gyakorlatsor lesz. Triceps, váll és egy kicsi kardió is lesz benne. Az első gyakorlatunk egy triceps külső karizom megdolgozására alkalmas munkapontot építettem itt ki. Van a sima tolózkodás is, ez egy picit egyszerűbb, főleg kezdőknek javallott. Lehet ez többféleképpen, lent van a láb, és úgy csinálsz hátsó fekvő támaszban karhalítás nyújtást. Ennek egy picit nehezítette a változat, amikor már feltámasztod. A csípő picit így kiemeltemben egy vonalba lesz a láb fejjel. És ugyanúgy hátsó fekvő támaszban leengeded magad, majd kinyomod. Figyelsz arra, hogy addig ennyi le, hogy a felkarod vízszintes legyen a talajra. Végezzetek ebből is 4 sorozatot, 12-14 ismétléssel. Jó, a következő gyakorlatunk ebből a köredzésből, a második, az egy rúddal való vállbonyomás lesz fej fölé, mutatom a gyakorlatot. Már a súly felemelésénél oda kell figyelni, fokozottan, egyenes háttal, semmiképp nem zörve itt is, hajtott térdel hajolsz le. Beállítod, hogy egyformán fog meg mindkét oldalról. Felhozod lelkoshoz, majd innen határozott mozdulattal nyomod ki fej fölé. Jó, itt fontosnak tartom elmondani, hogy azért ez egy haladó gyakorlat, hogyha még ismerkezz csak a szabad súlyokkal, eleinte próbáld ugyanezt a gyakorlatot csak simán, rúddal, ne tegyél még rá súlyokat, inkább a helyes végrehajtásra figyeljünk oda, azonban nagyon hasznos, az összes törzsizmot megdolgoztatja. Ebből is végezzetek eleinte 3 sorozatot és 10-12 ismétléssel. És az utolsó, és egyben a harmadik gyakorlatunk ebből a körből. Egy ilyen kardioevezőgépet választottam. Ami fontos, amikor beállítod magadnak a láb pozíció legyen rögzítve, ráhúzod, hogy ez ne zavarjon a mozgásban, elindítasz egy laza programot. Én most egy olyat választok, ahol fontos, hogy látszódjon az időintervallum is. Ez egy másodperces blokk lesz, méghozzá úgy, hogy 20 másodperce hagyva arra, hogy felvedd a ritmus, majd 15 másodperc intenzív húzás, 10 másodperc pihenő, és ebből 3 kört. Nagyon jó erőálló képességjavító gyakorlat. Mutatom. Itt is, hogyha először végzed ezt a gyakorlatot, figyelj a testtartásra, alhashoz húzod be a kart, majd visszakíséred a székkel együtt, behúzol, és éred be. Jó? Ezen a középső szakaszon van egy ellenállás, ezt kell határozottan itt meghúzni. És amikor eltelt az első 20 másodperc, akkor jön az intenzív munka. Majd amikor megvolt a 15 intenzívebb húzás, még mindig nem állsz le, maradsz folyamatos evezésnél, 10 másodperc után jön a második sorozat. És ugyanúgy ebből végzel még egy harmadik sorozatot is, így a másfél percbe beleférsz, amikor befejezted. Jön a következő kör, amit mutattam először, és ezt lehet elvégezni 3-as, 4-es sorozatban.
Jó edzést hozzá. Sziasztok! Műsorunk támogatója a Fitpoint. Támogatunk az Európower Tech. Az egészséges táplálkozásban partnerünk a K&K Chicken. Az edzők ruházatát a Fitwear biztosította.